Átláthatóság. Dunaújváros nyerte az üvegfalú programot. Ezek szerint a városunk önkormányzata több száz között a legátláthatóbb működésű. Megújul, végéhez közeledik a Lórántffy iskola műfüves pályájának felújítása. Értékelés, szinte folyamatos teltház volt nyáron az MMK-ban. Ez a Dunaújváros Televízió híradója, köszöntöm Önöket! Első helyezés. Több száz önkormányzat közül az első helyen végzett Dunaújváros megyei jogú város önkormányzata az úgynevezett üvegfalú programban. A projekt egy civil kezdeményezésű országos felmérés, amely a korrupció ellenességet szolgálja, azt, hogy a közadatok az állampolgárok számára elérhetővé váljanak és beássanak az önkormányzatok működésébe. Az állami számvevőszék 6. alkalommal végzi az integritás felmérést, ami ennek az üvegfalú programnak a kiinduló pontja. Az ország összes önkormányzatának kiküldik ezt a kérdőívet, amelynek a kitöltése önkéntes, és 500 önkormányzat küldte vissza az én legjobb tudomásom szerint önként kitöltve a dokumentumot, amelyből kiderült, hogy az átláthatóság szempontjából, korrupció ellenesség szempontjából önkormányzatunk, polgármesteri hivatalunk élen álló. Áramszünet. Hálózat korszerűsítést végez az E.ON. A folyamat biztonságos elvégzése érdekében elengedhetetlen a feszültségmentesítés, ezért augusztus 31-én reggel 8 órától várhatóan délig a Szórád-Márton út 36-os számú lépcsőházban áramszünet lesz. További információt a szolgáltató internetes oldalán a www.eon.hu honlapon találhatnak az érdeklődők. Változás. Pályaépítési munkálatok miatt módosul a vonatközlekedés. A MÁV-START ZRT tájékoztatása szerint 2016. augusztus 29-től szeptember 11-ig Puszta-Szabolcs-Dunaújváros vasútvonalon végzett karbantartási munkálatok miatt a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Továbbá az említett szakaszon vonatpótló autóbuszokkal biztosítják a zavartalan forgalmat. Felújítás, korszerűsítik a Lórántffy iskola műfüves pályáját. A rekonstrukciót várhatóan augusztus 26-án befejezik. Már az új kerítést építik a munkások a Lórántffy pályán. A felújításra azért volt szükség, mert a létesítmény állapota a 2006-os átadása óta jelentősen romlott. A munkálatok során kicserélik a kerítést, valamint a székeket is, továbbá a pálya egyes elemeit javítják, illetve festik. A teniszpályától elválasztó kerítést, ami igen rossz állapotban volt már, kicseréljük, lefestjük az oszlopokat, új, nagyon szép kerítést rakunk föl, ezzel is úgy gondoljuk, hogy a komfort érzetüket a játékosoknak növelni fogjuk, meg persze a biztonságot is, hiszen már itt voltak a régi kerítésnek kiálló drótdarabok. A fejlesztéseket a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség saját forrásból valósítja meg. Petrás Gábor, a DLS főtitkára a jövőbeli célokról beszélt. Igazából az lenne nekünk a legnagyobb álmunk, hogyha még egy pályát magunknak tudnánk, és illetve a Lórántffy területén egy olyan sportközpont létesülne, ami a rekreációs és az amatőr sportolóknak az igényeit kielégíteni, illetve a diákoknak lenne egy sportközpontjuk. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2016-os tervei között szerepelt, hogy teljesen felújítsa a legnagyobb terhelést kapó labdarúgó pályát. A műfű cseréjéhez azonban jelenleg nincs pénz. Arra viszont van esély, hogy egy év múlva megtörténjen a burkolat rekonstrukciója. Összefogás. Egy megnyert pályázatnak köszönhetően mintegy 400 ezer forintból megépül a PET palackok újrahasznosításán alapuló pillekő homokozó a Dózsa György Általános Iskolában. A gyűjtöm, készítem, használom elnevezésű kreatív műhely foglalkozásra minden segíteni vágyó szülőt és gyermeket szívesen látnak 3 napon át, augusztus 24-től 26-áig, reggel 9 órától egész napon át az általános iskola udvarán. Megnőtt a transzplantációs listák várakozási ideje. Ugyan a Szent Pantaleon kórházban nem végeznek szervátültetést, az intézményben a szervdonorok kivizsgálását végzik. A Eurotransplant szervezet hálózatában a legtöbben vesére várnak, de sokan szívátültetésre is. Tüdőre és májra kevesebben.
Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház főigazgató főorvosa elmondta, a várakozási idő növekedését a donorok számának csökkenése okozza. Ami miatt megnőtt a várólista, az nem ennek a szervezettsége, hanem az erre alkalmas páciensek vagy halottaknak a kevesebb száma. Ez egyébként hullámzik és szezonális ingadozást mutat. Ez egyrészt öröm, mert a kevesebb ember hal meg mondjuk balesetben, vagy olyan típusú agyvérzésben, ami után még felhasználhatók a szervek. Tehát ez egyrészt öröm, másrészt, aki meg vár ezekre a szervekre, azoknak meg nyilván megnyúlik a várakozási idő. Amit mi megtehetünk, az, hogy az arra alkalmas elhunyt betegeinket nem hagyjuk elsikkadni, hanem megpróbáljuk ezt a lehetőséget kihasználni. Globális probléma. Az interneten megtalálható legfrissebb statisztikai adatok szerint egyre nagyobb ütemben fogy a föld édesvíz készlete. Petrovicskiné dr. Angerer Ildikó, Dunaújváros környezetvédelmi vezetője szerint Magyarország szerencsés helyzetben van, mert jelentősen gazdag, körülbelül 117 köbkilométer hasznosítható felszíni vízkészlettel rendelkezik. Az ivóvízfogyasztást mégis karsztvizekből, illetve felszín alatti vizekből fedezi az ország. Ez alól Dunaújváros kivételt jelent, hiszen a parti szűrésű kutakkal a Dunai Kavics teraszból nyelik az ivóvizet. A legfontosabb feladatot az ivóvízkészlet megóvása jelenti. Egyrészt nagyon fontos dolog, hogy ne szennyezzük el a vizeinket, hiszen a következő, tehát a mostani és a jövő generációk számára is fontos, hogy tiszta, hasznosítható vizeink legyenek. Tehát ez az elsődleges szempont, hogy próbáljuk a szennyezéseket megelőzni. Ne szennyezzük a vizeinket. Ezen kívül fontos még a takarékosság a vizeinkkel, mint természeti erőforrásokkal, környezeti elemünkkel történő takarékos bánásmód. Tehát gondolok itt arra, épp nemrég olvastam, hogy naponta 120 liter vizet használ egy ember összesen. Tehát beleértve a fürdést, mosakodást, főzést, mosást, és ehhez még a locsolás hozzájön, tehát ebben még nincs is beleszámítva a locsolás és az automosás. Tehát ez egy elég nagy szám. Értékelő. Nyári gyermektábor, kiállítások és fellépések sorozata mozgalmasan telt a nyár a Munkásművelődési Központ számára. Ezek a felvételek a Munkásművelődési Központ nyári gyermektáborában készültek a Szélrózsa Társulat Hetet egy csapásra című előadásán. A több héten át tartó bejárós kézműves alkotótábor színes programkínálatával rengeteg érdeklődőt vonzott. Ezek pedig már az idei augusztális képei. Természetesen ez az alkalom sem maradhatott el anélkül, hogy Dunaújváros egyik meghatározó kulturális csapata, a Vasas Néptánc Együttes fellépett volna. Ahogyan a Munkásművelődési Központ, így az együttes mögött is rendkívül tartalmas nyári hónapok vannak. A Vasas Tánc Együttesnek nem nagyon volt pihenése a nyári szünetben sem, hiszen nyári táborral kezdtünk, ami nem csak a Vasasnak szólt, hanem a környező általános iskolás gyerekeknek is. És ezután jött nekünk igazából a munka, hiszen mi egész nyáron előadásaink voltak, több helyre is elutazott az együttes, és erre is készültünk, dolgoztunk a fellépésekre. Sok fellépésünk volt, voltunk a Madocsai Néptánc Együttes 70 éves jubileumán, felkértek minket Simon Tornyaváros szülinapi rendezvényén, illetve hát a nyár elején még a Felszállott a Páva című rendezvényen is részt vettünk gyerekcsoportunkkal, ahol nagyon, nagyon jól szerepeltünk, bár a tévés szakaszban nem jutottunk be, de a zsűri értékelése alapján nagyon-nagyon rendben volt a fellépés, és hát a nyarunk nagy részét a Krakkói Nemzetközi Fesztiválra való felkészülés töltötte ki. Kovács Rózsa, a Munkásművelődési Központ igazgatója nagyon elégedett a július 23-áig tartó nyári szezonnal, hiszen, mint mondta, a nézőszámot illetően egy-egy rendezvény csúcsokat döntött. Onnantól az iskola kapui bezártak, az MMK kapui kinyitottak,
és csúcsokat döntöttünk. 6 hétig alkotókézműves tábor folyt az intézmény területén, 54 fős átlaglétszámban ment a tábor, tehát ekkora gyerekcsoporttal egybe még nem foglalkoztunk, így természetesen sokkal több önkéntes jött hozzánk, a kollégáink is végig kint voltak az udvaron a gyerekekkel. Tekintettel arra, hogy idén pályázati úton pénzt nyertünk önkormányzatunktól, így megújultak a vásári komédiáink az udvaron, tehát 6 előadás volt, ebből kísérleti jelleggel egy gyermekkoncert volt, és 5 színházi előadás, budapesti Szeleburdi Színház, illetve a Szél Rózsa Társulat is el tudott jönni. Az átlag nézőszám 4-500 fő között mozgott egy-egy előadásnál, tehát hatalmas. Az MMK szeptembertől is valóságos programdömpinggel várja a látogatókat. Ilyen lesz például az újdonságnak számító úgynevezett retro évad, amelynek középpontjában az idén 65. születésnapját ünneplő Dunaújváros áll. Búcsú, elkészült a nyárbúcsúztató rendezvény programja. Az eseményt szeptember 3-án tartják a Városháza téren. Az egésznapos program reggel 9 órakor kezdődik. Légvárak, játszóház, mesebusz várja a gyerekeket. Délután fellép többek között a Wesley de Capo alapfokú művészeti iskola, valamint a Nagyvenyimi Néptánc Együttes. Este 8-tól pedig nagy koncertet ad a Honey Beast. A rendezvényen kiállítók, kitelepülő árusok is részt vesznek. Szakrális Szabad Egyetem. Szeptember 15-én este 18 órakor az Evangélikus templomban egy tájékoztató jellegű előadással elkezdődik a Szakrális Szabad Egyetem programsorozata. A Szellemi Ember Baráti Kör szervezésében a korábbi évekhez hasonlóan az ismeretterjesztő bemutatók főként az ünnepi évkörhöz kapcsolódnak majd, de a témákat illetően az új és fő irányultság az öngyógyítás lesz. Továbbá az elméleti képzés mellett a gyakorlatra is igyekeznek nagy hangsúlyt fektetni. Az előadás nagy része, tehát az a több mint 20 előadásnak a nagyon nagy része, az arról fog szólni, hogy hogyan hozzuk magunkat vissza abba az állapotba, amiben normál cselekvőképes embernek nevezhetjük magunkat, mert ugye a gyógyulást azt most nem úgy értjük csak, hogy abszolút a fizikai szinten, hanem inkább arról szól ez a történet, hogy a mi egyesületünk az elég komolyan gondolja, hogy változtatni kéne a világnak némely dolgain, és ahhoz, hogy ezek a változások beinduljanak, az olyan emberek kellenek, akik erre képesek. Az átlagember az a fizikai szintjén lévő problémákkal van elfoglalva, és erre teljesen képtelen. Tehát az öngyógyítás is így értelmezzük, hogy a saját képességeinket próbáljuk birtokba venni, nyilván egészségügyel kapcsolatos dolgok bőven lesznek. Takács Krisztián hazatért. A 30 éves úszó nemrég tért vissza Magyarországra a Riói olimpiáról. Az idei ötkarikás játékok már a negyedik volt, amelyen a dunaújvárosi úszó részt vett. Krisztián két számban az 50 méteres gyors, valamint a 4x100 méteres vegyes váltóban képviselte Magyarországot. A sprinter egyik versenyen sem jutott a legjobbak közé. Belülről titkon, vagyis hát nem titkon, de ugye már van összehasonlítási alapom, mert pár 50 gyorsot már leúztam pályafutásom során. Én azt éreztem, hogy 21-el fog kezdődni ez a szám, nem 22-vel. És aztán még ugye nem tudtam megállapítani, hogy én ezzel hányadik helyen vagyok, de azt éreztem, hogy ezért ez egy kicsit csücskös lesz a középdöntőhöz. Aztán hát az is lehet, mert 200-on múlt az, hogy én tovább jussak. Csütörtökön derült idő várható, eső sehol sem lesz. Az északkeleti szél többfelé megélénkülhet. 27 fok körüli kellemes nyári meleg lesz. Most nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Átláthatóság. Dunaújváros nyerte az üvegfalú programot. Ezek szerint városunk önkormányzata több száz között a legátláthatóbb működésű. Megújul, végéhez közeledik a Lórántfi iskola műfüves pályájának felújítása. Értékelés, szinte folyamatos teltház volt nyáron az MMK-ban. Híradónkat látták, híreinket, műsorainkat megtalálhatják a www.dstv.hu hírportálon is. Most kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, nézzenek minket továbbra is, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával.